majdnem azt volt. Segíthettek neki, hát mi a különbség a fuvarozás?
ez beugratós, nincs különbség. Taninak kell válaszolni, csak súgni lehet neki. Igen, hallgatom benneteket. Jó, ez nem tudja. Ez... Ezt én is tudtam. Daninak a mentségére legyen mondva, hogy logisztikus osztály kérdés. Marianna, ki volt Keményidából? Oktatáspedagógus. Ja, igen, tehát oktatással foglalkozó, oktatáspolitikával foglalkozó pedagógus, de mondjuk tanár volt az a lényeg. Dani következik. Milyen díjat kapott Keményidából? Március 15-e, egy március 15-ei ünnepségen valamikor. Egy nagyon híres Magyarország magasrangú kitüntetés. Nem lehet rabolni. Dani kérdése. Milyen nagyon-nagyon magasrangú kitüntetés kapott Kemény Gábor egyszer március 15-e alkalmával, ez sokat segít, hogy március 15-én kapta. Golden Globe. Nem baj, szép ültetem annál. Passzoljuk ezt is. Oké, Kossuth díjat kapott. Mondtam. A nem kevésbé könnyű kérdés, Marianna, iskolák melyik évben vette föl Kemény Gábor nevét? Rány. Géza segít. 1976. Sajnos nem tudjuk elfogadni, egész konkrétan 70-ben. Egy zászló avatással egybekötött névadó ünnepséget rendeztek. Ezek az iskolával kapcsolatos kérdések voltak, valami történet következik. Dani a következő. Mihály iskolán tanulója, melyik évben lett alpolgármester? Anna! Anna! Oda rúgó! Igen! Ez az! Oda menni a Hát, 2009-ben harmadik helyezés értel. Hogy hívják a garanciás napok ötletgazdáját, aki az egészet elindította, működteti és szervezi? Igen. Fodor József. Igen. Annyira örülök neki, hogy idegeneket kérdeztem meg, hogy ki kezdje. Ki lett iskolánkból alpolgármester, Mihályt megelőző évben 2008-ban. Igen. Bekőtön. Tessék? Bekőtön. Az illetőt Szarvas Pátyásnak kérdelem. 2013-ban kinyitotta meg a Garabonciás Napok rendezvényt. Mariantól kérdezzük. Mariantól. 2013-ban kinyitotta meg a Garabonciás Napok rendezvényt. Fodor József fia. Igen. Jártak a Garabonciás Napokra. Jó.